Márvikával az élet, fogalmam sincs hanyadik rész. Végre pozitívabb hírekkel jelentkezhetek nektek, na de kezdjük az elején. Szóval, továbbra is a fő úti társam Márvi, aki még mindig imádja a kis táskáját, abban a legnyugodtabb. Végre feloldódott és sokkal lelkesebb, úgy unblock az életben és sokkal aktívabb. Már 3 akupunktúra kezelésen voltunk vele, ami a leginkább elhozta a megváltást. Ha még nem láttatok ilyet, kis hajszálvékön tüket szúrnak a megfelelő pontokba, majd rákötik erre a gépre, és kb. Fél óráig tart egy ilyen kezelés. Ilyenkor endorfin szabadul fel, és ennek köszönhető Márvi boldog feje és lihegése. Elkezdtünk kísérletezni egy könnyebb kiskocsival is, ami segíteni a járását, hiszen képzeljétek el, végre jutottunk odáig, hogy felnyomta magát, és tett egy lépést. Elkezdte használni a csípőjét, és felnyomja magát. Mély fájdalom érzete sajnos még nincs, és hát nem is biztos, hogy lesz, de úgy tűnik, egy gerincfelői reflex által kialakított béna járást el fogunk tudni érni nála. Itt tartunk egyelőre, de most léptünk előre a lehető legnagyobbat, úgyhogy hamarosan jelentkezem.